akár még kelhet is az ország egyes részein. Sziasztok, köszöntelek benneteket! Éjszaka ugyanis egy újabb csapadék hullám éri el az országot, amelyből vegyes halmaz állapotra kell számítani. Ez a csapadékzóna hétfőn elhagyja térségünket, mögötte kedden, szerdán csendesebb, nyugodtabb, majd csütörtökön ismét mozgalmasabb időre számíthatunk. Ma reggelre az ország északi részén nagyobb területen is kialakult általában vékony hóréteg, többek között egyébként az Országos Meteorológiai Szolgálat székháza környékén is. Kollégán készítette ezt a fotót a ma reggeli órákban. Délutánra azért sokat olvadt ez a hóréteg, és már nem is összefüggő, azonban van esély arra, hogy az éjszakai órákban itt is újra összefüggő legyen a hótakaró, ugyanis továbbra is itt marad a közelben az a hullámzó frontrendszer, amelynek többek között ezt a csapadékot is köszönhettük. Tehát nagyon lassan halad kelet felé, és egyre inkább egyértelműen a hátoldalára kerülünk, amelyel északnyugat felől hideg levegő árasztja el a Kárpát-medencét, ez holnapra egyébként a keleti területeket is várhatóan eléri majd. Az éjszakai órákban tehát dél felől kiterjedt csapadékzóna érkezik, egyre nagyobb területen kezd el esni. Az Alföld keleti, délkeleti részén egyértelműen az esőnek van a legnagyobb valószínűsége, ott válthat át legkisebb eséllyel a halmazállapot. Másutt viszont az idő előre haladtával északnyugat felől egyre több felé válthat át havas esőbe, havazásba az eső. Holnap reggelig 5 cm-t elérő vagy meghaladó friss hórétegre nagyobb esély, elsősorban Komárom-Esztergom megyében, a Dunakanyar vidékén, illetve Nógrád megyében van, a minimum értékek pedig általában fagypont körül vagy kevéssel fagypont fölött alakulhatnak majd. Holnap délelőtt a csapadékzóna északkelet felé halad, délnyugaton már szárazabbra fordul az idő, és a délutáni órákra az északkeleti tájakat is elhagyja várhatóan a csapadékzóna, mindeközben a Nyugat-Dunántúlon akár nagyobb területen is felszakadhat a felhőzet, és akár hosszabb időre is kisüthet a nap. A Dunától keletre azonban nagyobb területen maradhat borult az ég az esti órákig. A hőmérséklet csúcsértéke általában 1 és 7 fok között alakul. Egyébként az Észak-Dunántúlon napközben akár nagyobb területen is megerősödhet az északnyugati északi szél. Kedden és szerdán nyugodtabb időre számíthatunk, a hőmérsékletek továbbra is téliesen alakulnak a nyugati ország részben is, ezt lehet látni a soproni valószínűségi diagramon. Ugyanakkor csütörtökön újra mozgalmasra fordul az idő, egy mediterrán ciklon ér el minket, és ez akár jócskán ketté oszthatja az ország nyugati és keleti részét időjárási szempontból. A nyugati megyékben a télies hőmérsékletek a legvalószínűbbek továbbra is, így az érkező csapadék nagyobb eséllyel hullhat havazás formájában, akár jelentős mennyiségben. Ezzel szemben a keleti területeken, a keleti-délkeleti tájakon, ahol egyébként ugyanúgy télies hőmérsékletek várhatók kedden és szerdán, jelentősebben megenyhülhet az idő a mostani számítások szerint a ciklon előoldalán, így jelenleg egyértelműen az esőnek van nagyobb valószínűsége arrafelé a hét közepén. Természetesen a további friss előrejelzések számolhatnak pályamódosulással a ciklon esetében, tehát érdemes figyelemmel követni a későbbiekben is a legfrissebb előrejelzéseket. Én ezzel megköszönöm figyelmeteket, ha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot és kövessetek bennünket az itt feltüntetett csatornáinkon. Sziasztok!